Most kell bevinni ezt az ütést. Most kell neki behúzni. Akkorát, hogy ne tudjon talpra állni. Vasárnap délután a Kossuth Lajos téren együtt tüntet a Párbeszéd, az MSZP, a Momentum és a DK. A tüntetés címe: döntsenek az emberek az új köztársasági elnökről, söpörjük ki Orbán pedofil hálózatát. Többek között erről a két mondatról is fogunk beszélgetni az emberekkel. Ez egyébként erre az eseményre csinálta ezt a pólót? Igen. Van is a fejében olyan, akit ön szívesen látna a köztársasági elnökként? Hú, ezen még nem gondolkodtam így. De mindenképpen független jelöltet. Hát vagy egy művész, vagy hasonló, tehát semmiféleképpen nem politikust. A mostani jelöltet Súlyog Tamás nem tartja annak? Nem. Semmiféleképpen. Hát végül is ő az Alkotmánybíróság elnöke, ha jól tudom. Igen. Tehát ő hozott néhány olyan döntést már, ami a Fideszhez közel hajló döntés. Össze kellene fogni ezeknek is, a pártokról beszélek, össze kéne fogni, és ők egy határozottan megjelölni valakit. Hát ez, pont ezek a pártok nem csinálják most. Hát ez a baj, nincs összefogás. Úgyhogy szerintem nem is lesz más megválasztva, csak a Súlyog Tamás. Súlyog Tamás, igen. A Sándor palota portását, de tudják mint? A sarki kisboltban az üzletvezetőt is nagyobb körültekintéssel és alaposabban választják ki, mint ahogy most a magyar köztársasági elnököt fogja megválasztani a parlament. Azt látszik, hogy Orbán holnap már azonnal le akarja zavarni, lemond a pedofil botrányban belebukott köztársasági elnök. És 20 perc múlva már gyorsan megválasztják a következőt. Még a saját alaptörvényének a szellemét sem tartja be. Orbán holnap elnökválasztási pucsra készül. Ez az, amire készül. És ki készül pucsra? Aki fél a néptől, fél az emberektől. Idáig jutottunk. Magánemberként sokkal jobban el tudnánk dönteni, hogy ki az, aki hiteles köztársasági elnök tudna lenni. Ki az, aki tényleg tudná képviselni a nemzet egységét, és nem pedig egy párt, most adott esetben a Fidesz, vagy tehetünk egy másik pártot is, tehát hasonló szituációban egy másik párt, hogyha a saját emberét tenné meg köztársaság elnöknek, ugyanilyen rossz helyzetben lennénk. Kedves barátaim, 33 évvel ezelőtt jobb és bal oldalon tudott egység születni arról, hogy ki legyen a köztársasági elnök, és milyen jó egyesség született. Legyen áldott Göncz Árpádnak az emléke. Van is esetleg olyan ember, akit szívesen látna a köztársasági elnökként, vagy akár többen? Igen, de ő most foglalt lett, a jobbikos vitte el ezt a, hogy hívják, uram, anyám, segíts, azt az idős urat. Róna Péterre gondol, vagy? Így van. Az egy igaz magyar ember. Úgyhogy azt szívesen láttam volna, de hát elfoglalták. Nyilvánvalóan ebben a rendszerben ettől a tüntetésre nem lesz közvetlen elnökválasztás. De úgy gondolom, hogy érdemes megmutatni, hogy erre van igény. Valószínűleg holnap itt az ön háta mögötti parlamentben meg fogják szavazni Súlyog Tamás, mint köztársasági elnököt. Van értelme most így ennek a tüntetésnek? Azért van értelme, mert hogy megmozdítja most a párt szavazókat, már akinek van pártja. Erről beszélgettünk, hogy most én benne vagyok a 34% párt nélküliben, mert nem tudom pontosan kit választanék. De az fontos, hogy tartsuk életbe a felháborodást, tehát hogy teljesen mindegy milyen színekben. Úgyhogy van értelme, mert kihozza. Az, hogy most holnap megválasztanak egy újabb bábot, szerintem az tök mindegy. Lényeg, hogy itt legyünk és tiltakozzunk az ellen, ami történt. Reménytelen helyzetben lévő emberek kétségbe esett próbálkozásával a kormány nem foglalkozik. Kedves barátaim, jegyezzük meg ezt a mondatot, mert ennek a rendszernek a fejfájára ez lesz írva. Fontos mondat, hiszen épp emiatt jutottunk ide. Amikor a bicskei gyermekotthonban reménytelen helyzetben lévő gyerekeiknek kértek segítséget bátor nevelők, akkor senki sem foglalkozott velük. Nem a gyerekek kaptak segítséget, hanem a pedofil bűnözők kitüntetést. Előbb a fővárosi Fidesztől, aztán az országostól. Előbb
kitüntették a bűnöst, aztán kegyelmet adtak a bűntársnak. És hogy miért? Mert ha fideszes vagy, ha része vagy ennek a rendszernek, akkor a legvisszataszítóbb bűneidért is megkegyelmeznek. A Fidesz azt üzeni nekik, hogy ne félj, haver! Rád nem vonatkoznak a törvények, te lehetsz bármilyen mocskos, pedofil, szörny, köztörvényes bűnöző, te majd szabad utat kapsz tőlünk. Szégyellje magát a pedofil mosdató fideszes kormány, és szégyellje magát a pedofil mosdató Orbán Viktor. A mostani tűrhetetlen és vállalhatatlan botrány nem a rendszer hibája, hanem a rendszer maga. Mert hány és hány kegyelmet osztottak már ki maguknak az elmúlt években? Hányszor kapott itt kegyelmet mindenféle oligarha? Hány és hány túlárazott közbeszerzésre, elrabolt cégre, magánvagyonnál, tehát közvagyonra járt itt kegyelem a hatalomtól? És hányszor kapott kegyelmet a vejedelem a sötétbe borított városokért, elcsalt uniós pénzekért, levajazott közbeszerzésekért? Mit gondol a második feléről a tüntetés címének, hogy söpörjük ki Orbán pedofil hálózatát, hogy szóval ez mennyire erős ez a cím? Ez egy elég erős cím. Nyilván azért hallottunk itt az elmúlt időszakban ugye olyan pedofil botrányokról, amik nem feltétlenül érték el a közfigyelmet, ugye gondolok itt a Kaleta esetre, és úgy gondolom, hogy nem a pedofil hálózatot kell kisöpörni, hanem Orbán Viktort és a csapatát kell kisöpörni sajnos, mert nagyon-nagyon rosszat tesznek az országgal. És az egész pedofil hálózatnak a feje öntelt módon hátradőlve egyetlen egy dologgal foglalkozik. Nehogy véletlenül ez a hatalmát egy picit is megkarcolja. Nehogy véletlenül ez a hálózat ne tudjon többet működni. És kísértetiesen ugyanezt tették, nem csak a Bicskei gyermekotthonnal, hanem Böjtével, Kaletával, és most még jönnek elő a tarpai és egyéb ügyek. A fideszes pedofil hálózat a fejétől bűzlik. Ennek a pedofil hálózatnak... Ennek a pedofil hálózatnak az élén Orbán Viktor áll, ezt mondjuk ki. Orbáni pedofil hálózat, ez nem egy erős megfogalmazás ön szerint? Én szerintem nem. Abszolút nem. Amiatt, mert most már látjuk, hogy ez most már több sebből vérzik, és nem egy-két évi termése a helyzetek, hanem hosszú-hosszú évek alatt kialakuló folyamat. Sorra buknak ki, nincs olyan nap, hogy ne olvasnék valahol egy cikket, hogy melyik egyházi papot ítélték el, vagy vették elő, vagy jelenik meg róla. Mernek előjönni az emberek, hasonló, mint a MeToo, hogy egyszer kiborul a bili, egy nagyobb bili, és akkor jönnek elő. És még most sem tudjuk, hogy hol van a polip feje, meddig érnek a csápjai a szörnyetegek hálózatának. Egy dolgot ígérhetünk nektek, hogy veletek közösen utána fogunk menni, és mi ellentétben velük nem kegyelmezünk nekik. És van-e bárki ma Magyarországon, aki elhiszi, hogy a miniszterelnök nem tudott erről az esetről? Ó, te jó Isten! Orbán mossa a kezét mindenáron, mert Magyarországon az államelnök asszony, vagy az ő alá tartozó emberek még a vécére sem mehetnek úgy el, hogy Orbán Viktor nem ad nekik engedélyt. Próbál nem itt valaki vele szembe szállni. Holnaptól nincs ott. Még ők nincsenek is ott, ez tény. Most már nincsenek, igen, így van. De nem azért, mert szembe szálltak vele. Valakivel el kellett vinni a balhét. De ne aggódjon, miniszterelnök úr! Mi pontosan értjük, amit ön mond. Azt mondja, hogy az önök új törvényjavaslata megint egy átverés lesz, amivel majd újra belerakják a melegek elleni hergelést, vagy egy sor másik gyűlölködő passzust. De hát miért is pont most hittünk volna önnek, a pedofilvédő maffia keresztapjának, amikor a gyerekekről a kormánynak eddig is csak annyi jutott eszébe, hogy kirúgják a tanáraikat,
lefóliázzák a könyveiket, kitiltják őket a sajtófotó kiállításról, vagy kivegyék a művészettörténet oktatást az alaptantervből. Ha Orbán Viktor képes ártatlan gyerekeket odalökni, pervers pedofilok kényének, kedvének csak a saját hatalma érdekében, akkor mi mindenre képes még? Ön esetleg volt egy hete a YouTuber tüntetésen? Nem, akkor dolgoztam. Sajnálom, mert az egy nagy megmozdulás volt. De onnan nem hiányoztam. Ide el akartam jönni, mert számítottam rá, hogy itt sokkal kevesebben leszünk. És ön szerint ez esetleg amiatt van, mert hogy pont a pártok szervezik? Igen. A meglévő pártok. Most körülnéztem, és tényleg én is DK-s busszal jöttem föl Pécsről, mert nagyon csóró vagyok, de nem mondanám magam DK-snak, viszont egyetlen egy ellenzéki nincs a környékünkön, aki megszólítana. Tehát ott, amerre én lakom, Baranyában, a DK az egyetlen, aki megszólítja az embereket. Meg a kutyapárt, de ők nem indítottak buszt. Értem és érzem is a csalódottságot, sokak kétségbeesését, esetenként dühét. Értem azt is, hogy miért vagyunk itt kevesebben, mint a múlt heti nagyszerű pénteken. De visszaadni a politikai becsületét, ehhez igenis szükség van a pártokra, azokra, akik a politika intézményes világát képviselik, és azokra is, akik őket számon kérik. Nem szabad ketté választani a civil meg a pártos politizálást, úgymond, hiszen szerintem közösek a céljaink. Tehát a civilek is azt látják, hogy ez a gyermekvédelmi rendszer ugye nem működik, tehát nem védi meg a gyerekeket. A pártok úgy gondolják, hogy azért nem védi meg a gyerekeket ez a gyermekvédelmi rendszer, mert olyan a politika, olyan a politikai rendszerünk. Ha minden így marad, hat unokám van, egyszerűen reménytelen, oktatás semmi, egészségügy semmi, tehát muszáj változtatni. Ha leszünk itt 5000-en, 5000-en, ha 10000-en, 10000-en, nem probléma. Abban azt reméli, hogy itt lesznek 5000-en, mert most szerintem jó, ha 500-an vannak. Vagyunk. Hát sajnos ez a baj, hogy a pártoktól elfordultak az emberek. Egy a nemzetünk, egy az országunk. Ebben kell élnünk, és ha nem tudunk közös nevezőre jutni, akkor Orbán Viktor fogja meghatározni gyerekek millióinak a jövőjét. Mi, akik szemben állunk Orbán rendszerével, nem beszélhetünk többé igazságról egy olyan országban, ahol az igazságnak címkézett hazugságot törvények felett álló fehérgalléros bűnözők csoportja diktálja egy bírónak, parlamenti képviselőnek és, mint látjuk, köztársasági elnöknek is. Ugyanezek a fehérgalléros bűnözők védelmezik a soraikban megbújt pedofil hálózatot. Ugyanezek a bűnözők tettek milliárdossá tettestársakat, akik ma mindannyiunkon élősködnek. Ugyanezek a bűnözők találják meg azt a bírót is, akik velünk akarnak elbánni, és ítélik el a magyarok demokratikusan megválasztott képviselőit. Ez Orbán rendszere. Mondjuk ki, elég volt ebből. Elég volt. Elég volt. Nem szabad az ellenzéki politikusoknak tovább osztani ezt az országot. Nem szabad a civileknek megosztani Magyarországot. Nem szabad tovább osztani az ellenzéki bázist. Orbán abból él, hogy megoszt bennünket. Oszd meg és uralkodj alapon, csinálja azt, amit csinál, és szerzi meg a hatalmat újra meg újra 2010 óta. Itt is vannak olyan emberek, akik lehet, hogy nem voltak ott a civil tüntetésen, mert például ugye nem ismerik ezeket az influencereket, nem ismerik úgy, mint mondjuk mi, a mikorosztályunk ismeri ezeket az influencereket, és őket inkább a pártok mozgósítják, politikusok mozgósítják őket. Tehát szerintem nem, ha összeadódik a civil és a ellenzéki párti mozgósítás, az csak többen leszünk. De egyébként meg úgy gondolom, hogy az ellenzék mi vagyunk, tehát nem várhatjuk azt a pártoktól, hogy ők végezzék el helyettünk azt a munkát, emberek helyett, ami kell ahhoz, hogy Orbán Viktor végre eltűnjön az ország éléről.
Végül rengeteg megszólaló szinte egyáltalán nem beszélt a köztársasági elnök választásról, helyette sokkal inkább a júniusi önkormányzati és EP választásról beszéltek, és arra, hogy össze kellene fogniuk. Persze, értjük, mit akarunk mi törvénykezni, amikor 14 éve csak a Fidesz és a Fidesz pártjainak a javaslatai mennek át a parlamenten. De akkor is el kell mondanunk, hogy mit csinálnénk másképpen idehaza. Csak így mutathatjuk meg, hogy bízhatnak bennünk az emberek. Új rendszerváltásra van szükségük. Meg kell kérni Orbán Viktort, hajdani rendszerváltó politikust, hogy szíveskedjék kifáradni a közéletből. Ez egyedül nem menne. Akkor szeretnénk neki segíteni, kivezetni őt, vagy kiterelni innen. Távozzék, mert megcsúfolta mindazt, amiben hajdan egyetértettük. 105 napunk van arra, hogy meggyőzzük a szavazók többségét, hogy megértsék, hogy elfogadják, hogy vagy a pedofil mostató Fidesz önkényrendszere, vagy a demokratikus pártok jelöltjei. Most Magyarországon nincs harmadik út, nincs más választás. Vagy ők, vagy mi. Aki ezt nem érti, az nem fogja tudni legyőzni Orbán rendszerét. Minden politikus, még a legerősebb rendszerben is, csak egy ütésre van a padlótól. Emlékeztek rá? Most mondta a miniszterelnök. Ez nem más, mint beismerése annak, hogy ő is megverhető, és ezt ő tudja a legjobban. Hát barátaim, ezért nem szabad, hogy az ellenzéki oldal feladja, sőt, most kell bevinni ezt az ütést, most kell neki behúzni, akkorát, hogy ne tudjon talpra állni. 2024-es európai parlamenti választáson és a 2024-es egy napon tartott önkormányzati választáson kell akkorát behúzni, hogy 26 a miénk legyen, egy demokratikus és szociális Magyarországé, és ne ezért a szennyért.